Szia, szavasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, délutánon, jelenleg nálunk délután van, 2 óra, kézzel, pontosan 5 másodperc múlva 2 óra lesz, épp hogy csak megebédeltünk, a Davis ma elég korán felébredt, mármint a délutáni alvásból, vagy délelőtti, és most megyünk, nem máshova, mint nadrágot kell vennem. Ugyanis múltkor vettem nadrágot, mutatom miért. Ilyen farmer, rövid nadrágot. Ugye már régóta keresek farmer rövid nadrágot, csak sose találok olyat, ami nekem tetszik. De az összes, képzel, az összes most elrepett. Nem tudom, hogy mi történt, de egyszerre mindegyik, úgyhogy ki kellett dobálnom, és mutatom, milyen gatyám van. Látod? Nem tudom, hogy mennyire látod, de ilyen! Ezzel az a nem jó, azért nem tetszik, mert rövid, mutatom. Látod, milyen rövid a szára? Idáig ér, és hogyha leülök, látod, leülök, és mondjuk itt meg akarom, mutatom, itt mondjuk vakarni, a kezem nem fér be, mert néha mondjuk itt valami megcsíp, vagy valami, nem tudom, olyan szűknek érzem. Régebben nekem olyan nadrágaim voltak, milyen bővebb volt, ilyen bővebb szár, biztos, hogy emlékeztek rá, annak idején az volt a divat, én ezzel annyira hozzászoktam, hogy csak ilyen nadrágokat vásároltam, ilyen rövid gatyákat. És most nem találok sehol se. Most már nem tudom, nagyon régóta nézem. Na mi nem? Úgyhogy azt fogok elmenni megnézni. Aj, te! Alig bírok benne felállni, ott mindenhol nyom. Tudod hol? Na mi nem? És nem a legjobb. Próbáltam egy nagyobb méretben, gondoltam, hogy a méret persze a legjobb. A nagyobb méret meg akkora, hogy leesik róla. Tehát a nagy méret nem jó, a kisebb méret meg túl szűk. Na mi nem? Úgyhogy rövid nadrágot nézek. Remélem, hogy találni fogok most már tényleg. Amúgy mit akartam mondani? Képzeld el, múltkor mondtam, hogy eladom a 2 csónakot, el is adtam, még aznap el is adtam, és már vásároltam egy újat, amit elmentem a délőtt felvenni apukámmal, gondoltam, hogy lefilmezem, gondoltam, hogy nem, úgy adottam, hogy nem filmezem, mert minden szombaton, vagy vasárnap az a videó, hogy vásároltam egy új csónakot, néztünk egy új hajót, és gondoltam, hogy a mai videót nem ezzel fogom kezdeni, hogy megint vásároltam egy új csónakot, mert, na mindent, mutatom. Ott áll kint, amúgy ugyanolyan, mint a kék, ugyanaz a mérete, csak ez nem kék, hanem ilyen alumínium, és nincsen benne olyan szivacsap belsejébe, ahova le lehet ugye ülni. Majd megmutatom közelebbről is, nem biztos, hogy a mai videóban, ugyanis most menjünk el itthonról. Elég jó áron megvettem, képzeld el, eladtam a kék csónakot, tehát abból a pénzből, amiért eladtam, úgy volt, hogy ezt elmegyek és megveszem. Ez amúgy jött volna egy 6 lóerős motorra. Pontosan ugyanannyiba került, és gondoltam, hogy ha le tudom alkudni, akkor ugye még pénzt is csinálok belőle, a motort eladom, tehát jól járok. Képzeld el, oda mentem, és az ember nem tudta beindítani a motort, mert valami a sebváltóval történt, vagy én nem tudom. Nem tudott vele semmit csinálni, úgyhogy azt mondta, hogy azt ugye nem tudja odaadni nekem, és oda tudja adni, de mondtam, hogy azt nem fogom elvinni, vagy megvenni. Így csak a csónakot vettem meg. Tehát most van egy ugyanolyan csónakom, rettentő olcsó pénzé, ugyanis el kellett ezzel is autózni olyan másfél órát apukámmal oda fel, fölfelé, észak felé. Honnét megvásároltam, és csináltam szerintem elég jó pénzt rajta, úgyhogy ezt a pénzt, ami még megmaradt, egy másikba próbálom most megint befektetni, azt is megcsinálni egy kicsikét, még ezt nagyon nem kellett csinálni, egyetlen egy dolgot kellett hozzá vásárolnom, ami nem többe volt, mint 5 dollárra vagy 6 dollárra. A végéből, ahol ezt a kupakot ki lehet húzni, az hiányzott. Ezt kellett vásárolnom, hazafelé megálltunk, vásároltunk egyet, bedugtam, ráraktam a vízre, nem jön be sehol se a víz, úgyhogy most jól működik. Na minden? Majd megmutatom nektek amúgy, hogy hogy néz ki. Jelenleg nem más csinálok, mint húzom a szemüvegemet. Most így ezt a videós szemüveget, és mostában nem nagyon filmeztem, ugye csak a múltkor vele. Ez az a videós szemüveg, amit mindig mindenki kérdez, aki nézők, hogy ez milyen szemüveg. Ez ilyen. Így felteszed, és itt a kamera középen, a lencse, nem a kamera, a kamera lencse, ami ugye vesz, ide pedig be van építve valahol a felvevő készülék, meg vannak rajta ilyen gombok, meg mit tudom én, mindenféle fajta dolog. Ezt pivot headnek hívják, amikor nem tudom, hogy mennyibe került, ugyanis nem most vásároltam, hanem régebben, de most már tudom, hogy van egy valami újabb fajta változata, ilyen wireless változat, amihez ugye nem kell zsinór, ehhez még kell zsinór. Na. És élőadást is lehet azzal most már csinálni, úgyhogy mész, és a telefonon keresztül gondolom megosztod az internetet, mondjuk megyek itt a boltba mindenfelé, és ti élőben látnátok. Ugye ez hogy működik, meg hogy nem működik, nem tudom, de majd lehet, hogy egyszer utána nézek, és élőadást fog csinálni, mondjuk a bevásárlóban, ugye a szemüvegen keresztül. Érdekes lenne, nem? Na mire? Megnézem, mit csinálnak a gyerekek, aztán lassan elindulunk. Mi van nálad, nyuszmusz? Látod, ez egy szájmosó. Nem tudja kinyitani, szervusz. Na mi helyzet?
Semmi. Ez a te vlogod lenne, ez a Lucas vlog lenne ma. Ez én most? Ja, tiéd. Hello, szia, szevasz! Hello, szia, szevasz! Fogd meg. Amúgy az iskola kezdődik mikor? Nem hétfőn. Kedden. Kedden, ugyanis hol a hétfőn szünet van. Vége a nyár, nem a nyár, a tavaszi szünetnek vége van. Megyünk vissza, aztán a legközelebbi szünet az a nyári szünet lesz. Mi csinálsz? Shoes. Na, húzd a cipődet. Én is húzom a cipőmet, én ugyanis kint hagytam, benne az oknim is. Apukám, amikor megjöttünk, akkor ráraktuk a vízzel, megnéztük, hogy nem-e akar ugye elsüllyedni, és levettem a cipőmet, és ott maradt. Hol maradt? Hol a cipőm? Lukasz, láttad a cipőmet? Elvitte a... Nem, azt hittem, elvitte a víz, mert ott hagytam a víz mellett. Ott az asztalon, oda néz. Ott felejtettük. Na, kimegyünk. És behozzuk. Itt a cipőm, tessék. Ez nem az énem, miért adod nekem? Elére be kell zárni az ajtót, be kell húzni az ablakot, be kell zárkozni. Akarsz és mutatni, mehetünk. Akarok mutatni, mit akarok mutatni? Amit printeltem. Na, mutasd. Egy hatoldal story. Egy hatoldalas könyv, ezt, amit a Lucas... Nincs egy könyv. Nincs egy könyv, ezt a Lucas készítette. Az a neve, nincs egy könyv. Írta. A komputeren. Ja, a komputeren írta. 30 percbe. 30 percben. Ez kellene egy challenge. Írunk egy hat oldal könyv 30 percben. Ja, 30 perc alatt írta ezt a szép könyvet. Végülis ez egy ilyen rövid story. Egy rövid történet. Mm. És el lehet olvasni, csak angolul van. Én tudom tenni magyarba, ha akarod. Tudod tenni magyarba. Akarod azt? Én nem tudom, itt mi van? Ez kiegészítés hozzá, vagy nincs oda? Mm-hmm. Mm-hmm. Én tettem egy fake quote-ra. Egy mit? Ja, ez olyan nagyon jó, szép. Mint az első. Mert ha ez egy, az a második rész a nincs egy játéknak, nincs egy könyv. De én nem csináltam azt a játékot. És azt mondta, hogy csinálunk egy ilyen rövid filmet is belőle. Nem rövid film. Nem rövid film, hosszú film. Mit? Come on, hova? Várjál, még cipő sincs rajtam. Te, szemüveg, cipő, vagy nem cipő, mi, sapka. Na, húzzuk magunkat. A Davis mindig az első, aki el akar menni. A Davis az nagyon szeret menni ki mindenfelé. Úgy, ahogy én is, nem tudok én se itthon ugye megmaradni. Állandóan mennem kell valahova. Na, húzzuk a lámpát. Megvan a szemüveg is. Nézd, mi van még itt. Irányító. Amúgy itt sok minden van. Nézd, mit találtam. Látod? Szemüveg, sapka, meg még az irányító. Ja! Ugye? Ki rakta ide? Hm? Amúgy itt minden van ebbe a szekrénybe. Látod? Ilyen gyerekágy. Ez a hordozható. Valószínűleg ezt el kell adni. Aztán tudom, mit keresek? A karácsonyfát. És nem sokára karácsony. Egy pár hónap, és jön a télapó. Csak nem tudom, hogy hol. Azt mondta a feleségem, hogy kellene úgy venni új karácsonyfát, mert még nagyon hullik. Ugye ez, opá, na, majdnem megakasztottam magamat. Ez ilyen műfenyő, és várjál, még mielőtt elfelejtem. Hitel repülő. Davis itt hagyta. És az éjszaka jöttem be sötétbe, mert ugye mindig később jövök aludni, még mi elmegy a család aludni, és utána van egy kis időm semmit tenni. És akkor netezek, tanulok hasonló dolgokat. Na milyen? Sötétbe jövök az ágyba, mert nem akarok ugye villanyt kapcsolni, és csak úgy ráléptem, akkor átestem majdnem. Szerencsére, hogy nem. Csak bevertem a lábamat. Na milyen? Mit mondtam? Valamit mondtam, nem? Valamit mondtam, mit mondtam? Amit mondtam, fenyőfát mondtam, ugye műfenyőnk van, és hullik neki a tüskéje. Azért, mert körülbelül 10 éves. Te! 10 éves! Több mint 10 éves, ugyanis akkor vettük, mikor ugye összeköltöztünk a feleségemmel. Ja, akkor, az már több mint 10 éve. 11 éve, vagy hány éve? 11 éve, akkor 11 éves az a fenyőfa. Ahhoz képest még nem hervadt el, csak hullatja a levelét. Na mire? Úgyhogy azt mondta a feleségem, hogy kell venni egy újat, mert minden karácsonykor már tiszta, ilyen kopasz lesz a fa. Amúgy én mondtam, hogy szerintem ilyen tüskés igazit kellene venni, csak az a baj, ez az igazi, hogy nem olyan szépen néz ki. Hogyha lehet is találni rendes ugye, fenyőfát itt minálunk Ausztráliában, a nagy meleg miatt nagyon gyorsan leúlik a levele. Na, vagy a tüské. Na mindjárt, megyünk! Táska megvan. Amúgy az autót meg akartam most, mert minden mostan meg, csak az a baj, mondja az esőzést holnaptól. És arra gondoltam, hogy ha most megmosom, akkor meg ugye koszos lesz. Úgyhogy most valószínűleg nem fogom megmosni. Itt. Mi a helyzet? Na, addig kiparkolunk, meg jön a feleségem. Milyenkor mindig nehéz vezetni a Fordot, ugyanis én vezettem a munkás autót. Na várj, zárjuk az ajtót, és ilyenkor a mások
kuplung, más a minden, ugye, kicsit szokatlan, kis idő még hozzászokok. Na, jött a feleségem. Na, megérkeztünk. Mi a helyzet, Nyuszi? Kiszállunk. Mi? Fúj a szél, azt hiszem. Meleg van. Meleg van, csak fúj a szél. Olyan 30 fok volt, azt hiszem, hogy 31, nem is tudom. Na, gyere te. Add a kezedet. Hogy áll a hajad? Elfeküdted? Hm? Én a is. Könyvet azt nem hozzuk. Na nézd, jön a Halloween. Nézd, milyen kutya. Csontvázas kutya. Az volt az én kutyám, én teszem vissza a pet shopba. Aha, oda nézd. Be akarsz idén öltözni valaminek? Aztán megyünk kopogtatni, és adnak nekünk csokit. Na, itt van a fa, nézd, itt a fa. Mit akarsz mondani? A Halloween-nál, én néztem, mikor volt az a könyvnap, én néztem mindenhova a Big Bang-ot. Még mind 30 percnek vampír fognak. Igen? Oda nézzél, itt van a karácsonyfa. Ezt néztük múltkor is, nem? Nem ezt néztük? Olyan másikat néztük? Úgy megfogjuk, nézd, $78, 190 cent is. A másik meg... Hány dollár? Ez $96. Ez szebb vagy az szebb? Én ez szebb. Nem veszünk fehér karácsonyfát. Megnézzük, nézd, van itt Minecraft, ez Minecraft könyv. Look ez. Képzel, van a másik rész erről. Igen, na elképzelem. Sok-sok könyv, $8. Mutasd, ez a Roblox, ez az a játék, amivel játszol, mi? Milyen figurák, ilyen meg a Davis. És az is. Ez az énem most. Azzal játszol? Ne, ez a figura az énem most. Amivel játszol? Ja. De is te mit találtál? Fúrót már megint? Mindig fúrsz. Ja, ott is egy fúró, ott egy láncfűrész. Tudom nézni, hogy nem sok ez? Mit? Hogyan ez. Sok? Mennyibe kerül? Mm. Megmondom neked, mennyibe kerül. $23, nem? Nem, az a pak, az a kettő az. Akkor az megmondom, körülbelül a $35, nem? Én láttam $25-nak valóban. Jó, megint, nézd meg, nézd itt Minecraft is. Oh, valahol ott van kint elől, nem volt? Nézd meg. Nem vesszük ezt fel. Gyere, menjünk tovább. Nézzük meg a játékokat. Oda nézz, ilyen biciklik. Ez női bicikli? Ez női, nem? Ez egy rózsaszín. Volt egy néni rajta, ja? Az pici, de olyan furcsa. Ahol vannak a fiú bicikli. Ezek a fiú biciklik. Na nézd. Itt van ilyen trükkös bicikli. Mit nézzünk? Szerintem nem is vesz már senki se DVD-t. Nem tudom, látok, még mindig vesznek DVD-ket az emberek, ugye, és nálunk már nem annyira. Régen nagyon sokan szoktak venni. Mi is szoktunk, de... Ja, most már nem annyira, meg Blu-ray-t se. Még mindig itt vannak, a legtöbb kölcsönző már be is zárt, legtöbb videókölcsönző. Ja, de ezt hoztottad meg a tegnap a csatornán. Vagy tegnap előtt. Tegnap. Tegnap. Én filmeztem tegnap. Nem, tegnap előtt filmezted. Na. Tegnap, jó, akkor tegnap. Na, menjünk. Hol a mami? Valóban eltűnt, és elment valami ruhákat nézni. Ott a minén, látod? Ott repül. Nem is repül, csak ott. Repül. Ott nem repül, csak ott van. Ott, hol a Lukasz? Nézd, itt vannak a játékok. Le vannak árazva. Crash Bandicoot le van, nincs leárazva. Nem. Press, nem nyomjuk meg. Leültünk egyet, fagyit enni. Mindenki más evett. A Lukasz az egy fagyit evett, a feleségem azt az italt, a Davis ezt a sülkrumplit, én meg egy ilyen pici sajtburgert egy ilyen kólával. Senki szállt, nem itt a ja, mindenki más. Mi csinálsz? Ugye most a Davis nem más fog kapni, mint ezt a krémes valamit. Olyan, mint a fagyi. Ja, jó van. Szépen megtöröltöztem. Ja, szemét, oda rakjad le. Megvárjuk a mamit, még hozta neked ezt a krémes fagyit. Aztán utána megyünk tovább. Ugye sadrágot néztem, de nem találtam sehol se. Mi csinálsz? Várjál! Nézd, kérsz! Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, képzeld el, nem vettem megint magamnak nadrágot, ugyanis nem találtam sehol se. Úgyhogy holnap elmegyek valószínűleg egy ilyen másik helyre, ahol tudom, hogy vannak, nem mások, csak farmer nadrágok. Ugyanis van nadrág, de nem tudom, hogy miért,
Alig van farmer nadrág, tehát mindenféle fajta nadrág van, de én ilyen farmer nadrágot szeretnék, ugye mondtam, hogy egy kicsit bővebbet, és nem az, hogy bővebb, nincs még szűkebb se, ezt az egyetlen egyet találtam, meg hasonlót, ugye ahol vettem ezt a múltkor, és ennyi, egyszerűen nem találok rendes, nem rendes, még rendetlen rövid nadrágot sem. Mindenféle fajta van, például van pálmafás, van zöld van, kék van, piros, de ilyen anyag, mint a póló, ilyen anyagos. És nem tudom, hogy miért, van nekem olyan, ugye van egy-kettő, biztos, hogy láttátok már, van egy pirosban, van egy szürkében, de én ezeket a farmerosokat jobban szeretem, egész, mondom, hogy egész életemben ilyeneket szoktam volna, tehát a rövidadrágot hordtam, vagy hordok, vagy van rajtam, akkor csak is ilyen farmerosokat szoktam, és annyira hozzászoktam ugye az évek során, hogy egyszerűen nem tudom lecserélni. Na minden, lehet, hogy ti is így vagytok vele, lehet, hogy nem, lehet, hogy ha ti is valamihez nagyon hozzászoktatok, nehéz átváltani. Én ilyen vagyok, hogyha valamihez nagyon így hozzászok, nehéz váltanom. Hogy miért, nem tudom. Kivéve a ház. Ugye költözni, évente egyszer költözünk. Volt, hogy évente kétszer is szoktunk költözni, néha. Na miért? Hogy itt maradunk el úgy vagy nem, azt még nem tudom. Lehet, hogy innen is elköltözünk, lehet, hogy nem. Majd meglátjuk. Még van amúgy 6 hónapunk, nem? Körülbelül 6 hónapunk. Lehet, hogy arrébb költözünk, lehet, hogy nem. Davis, nem más csinál amúgy, képzeld el, mint... Mit nézel? Azt hittem, hogy játszol valamit. Hm? Meg csipit eszik, látod? Szüleimnél levet levest. És anyukámnak szereti ezt a levesét, ezt a hús levesét, és megvett egy nagyon nagy tállal. Nem tállal, minek hívják ezt a... Tányérral! Na, a tál az igaz nagyobb, tányérral. Most pedig ilyen sült krumplit eszik. Nézi ezt a pingvines sorozatot megint. Én meg azt hiszem, hogy nem más csinálok, mint húzom a szemvegemet, mármint a videósat, és elkezdem tölteni, mármint a videókat áttölteni. Én ezt a mai videót én most befejezem, ugyanis most már tényleg semmi értékeset nem fogunk csinálni. A mai vlog ilyen régebbi vlog volt, ahogy láttátok. Remélem, hogy sok embernek tetszett, ugye csak mentünk ide-oda, meg itthon beszéltem. Úgyhogy, na minden. Már ennyit, mindenkinek további szép napot kívánok, hogy jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzetek, hogy szoktam mondani, sziasztok!